Mi magyarok. A legjelentősebb magyar rendező Szabó István. Mephisto című filmjével első magyarországi rendezőként kapott Oscar díjat 1982-ben a legjobb idegen nyelvű alkotás kategóriában. Az elismerést személyesen vehette át Hollywoodban. Gimnazista korától filmrendezőnek készült, elsőre fölvették a színház és filmművészeti főiskolára. Máriási Félix osztályában diplomázott 1961-ben. A magyar új hullám egyik vezér egyénisége lett. Nagy hatással volt munkáira a francia François Truffaut és Jean-Luc Godard. 1985 óta egyetemi tanár a filmművészeti egyetemen. 1991-ben választották az Európai Filmművészeti Akadémia alelnökévé. Állandó alkotása az Oscar díjra jelölt Koltai Lajos operatőr. Több mint 60 nemzetközi díjat nyert filmjeivel. A győztes Mephisto mellett Oszkárra jelölték a Bizalom, a Riddle ezredes és a Hanusszent című filmjét is. Négy díjjal ismerték el Kánban. Megkapta a Davide di Donatello díjat a Mephistoért, a Brit Film Akadémia legjobb külföldi filmnek járó díját, a Riedel ezredesért, továbbá két filmjével, a Bizalommal és az Édesem a drága böbe című filmjével díjat nyert a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon. A napfény íze 1999-ben európai filmdíjat nyert nagy sikerrel vitte filmre Móri Zsigmond Rokonok és Szabó Magda az Ajtó című regényét. A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a H.M. Zrínyi Nonprofit Kft. készítette.